Sziasztok újra! Ez a Game of Thrones, Winter's Coming című játék, jó magam pedig Young Def vagyok, ebben a kis videóban pedig Sabrinát fogom bemutatni nektek. Sabrina egy íjász hős, minden ellen erős, gyengesége nincs, nincs rá kanter. Hol lehet megszerezni Sabrinát? A Lord of Lords Eventen. Nézzük meg, Sabrina milyen képességekkel bír. Az első képesség a katonák képzésének sebességét tud növelni. A második képesség a fejlesztési sebességet tud növelni vele. A harmadik képessége pedig az épületek gyorsításának fejlesztési sebességét növeled. A negyedik képességet, ha megnézed, ugyanaz, mint a legtöbb parancsnoknak, ő is 200% sebzést tud kiosztani az ellenfélre. Ha megnézed, itt is lehet látni, hogy minden szín más különböző százalékot fog neked adni. A szürke, a zöld, a kék, a lila és arany színben. Nézzük meg, még milyen képességekkel bír Sabrina. Az első képességét, ha megnézed, 680 erőt a katonáknak. A második képesség felszabadítja a nyilak gátját, hirdetve a halált és a kétségbeesést. 30% esély van további 4705 pont sebzés kiosztására 5 másodpercenként egyszer tudod használni. Ha megnézed a harmadik képességét, amikor elkezdődik a csata, megnöveli a támadást 3338 ponttal 90 másodpercre. A negyedik képesség Sabrinának a fő képessége. 20209 sebzést hoz ki a célpontnak, plusz 2503 sebzést hoz ki még, ha az ellenség HP-ja 50% alá csökkent. Menjünk át a negyedik főre. Itt tudod megnézni Sabrinának a statsban milyen pontjai vannak, mire ad még pluszokat. Sabrinának a fő képességét bemutatom nektek a Weirwood tree-ben. Sabrinát beraktam ebbe a csapatba, hogy be tudjam nektek mutatni a fő képességét. Bal felső sarokba fogjátok megtalálni. Mikor elindul ez a csata, Sabrina kiosza azokat a plusz bónuszokat, ami a csata kezdetén megad a csapatának. És az A gomb lenyomásával elindul Sabrinának a fő képessége. Itt ebben a kis részletben bemutatom ezt nektek. Nézzük meg Sabrinát a tavernben, milyen képességekkel bír, és ezt a képességet mivel tud növelni. Itt lehet olvasni, hogy ékszerek kiosztásával tudsz pontokat növelni neki. Itt oldalt lehet látni Sabrina a Command Quality és a Combat Rate képesség 3 csillagos neki, és a Leadership 4 csillagos. Menjünk vissza a tavernbe az első főre, és ott lehet látni a command quality-t. Ha növeled, akkor több egységet fogsz kapni. Combat rate-tel a combat rate-et tudod növelni, és ott látod középen még milyen képességeket adnak pluszba. A leadership-tel tudod növelni az egységeidet a rajl életébe, és az army bónusz.
Szabrinát tudom neked ajánlani a Training Grounds-ra. Az épületek gyorsításának sebességét, a fejlesztési sebességét és a katonák képzésének sebességét tudod növelni vele. Egész jó ez a kis karakter. Sabrina, elég sok oldalú parancsnok. Ajánlom neked, szerezd meg minél hamarabb a Lords of Lord Eventen. Remélem, ez a kis videóm hasznos volt a Sabrináról. Ha tetszett a videóm, lájkold, ha nem tetszett, diszlájkold, vagy ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornámra, és megtudhatod, mikor érkezik a következő rész. Jó magam pedig Young Def voltam. Sziasztok! Találkozunk a következő epizódban.